Szeretettel köszöntöm Önöket, a Nálatok Mizu legújabb adásával jelentkezünk. Most a Fehérvár TV stúdiója lett az új helyszínünk a járványügyi helyzet miatt, úgyhogy néhány részt innentől kezdve itt fogunk rögzíteni a stúdiónkban, de ez nem szegi kedvünket, hiszen itt van velünk számos érdekes vendég minden részben, ahogy a mai részben is olyan érdekes és értékes embereket hívtam, akik... Hát nagyon hosszú ideje a pályájukon vannak, és szeretném, hogyha egy kicsit jobban megismernék Önöket. Sok szeretettel köszöntelek titeket a Nálatok Mizu műsorban. Szeretném megtudni majd, hogy egyébként mi újság a munkában, magánéletben, és hogy vagytok mostanában. Első vendégemet szeretném köszönteni, a hölgy vendégünket, Vízi László Tamásnét, a Tóparti Gimnázium igazgatóját. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm, örömmel jöttem. Klupács Péter sem ismeretlen már így a fehérvári közönség számára, mentőtechnikus. Köszönöm, hogy itt vagy. Megtiszteltetés, hogy itt lehetek. Én köszönöm. És hát Vakler Lajos kollégámat nem kell senkinek bemutatni, azt hiszem. Majd azért azt is szeretném veled megbeszélni, hogy miért jó az mondjuk, hogy te itt ülhetsz egy stúdióban velem, vagy miért nem, vagy vannak ennek előnyei, hátrányai. Kiderül. Milyen érzés itt ülni. De akkor kezdjük is ezzel. Milyen érzés itt ülni? Más. Új a helyszín, egy teljesen kötetlen beszélgetés mindig más, mint amikor arra készülünk, hogy egy-egy szakemberrel, egy-egy szakterületről beszéljünk, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez nekem újdonság, de hát láttam néhány műsort, úgyhogy azt gondolom, hogy talán feltalálom magam. Abban biztos vagyok. Az élet különböző területeiről érkeztetek, és ahogy a felvezetőmben mondtam, ugye nagyon régóta a pályán vagytok. És hát úgy látom, hogy azért, vagy én úgy tudom legalábbis, hogy el nem sokat mozdultatok a pályátoktól. Úgyhogy a szakma hűséges művelői vagytok. Lajos egy kicsit másképp indult, de aztán nagyon hosszú ideje már itt a televízióban és az újságírásban találtad meg a, igen, a te jövődet. Hát bizonyos értelemben kivétel vagyok. De én azt gondolom, hogy óriási szerencse volt, hogy ha úgy tetszik, fölfedeztek. Ez nem másnak köszönhető, mint Lévai Katalinnak, aki akkor még nem esélyegyelőségi miniszter volt, hanem az esély főszerkesztője. Ugye ez egy társadalompolitikai folyóiratról beszélünk. És szocioterapeutaként, illetve 1989-90-et írunk, amikor Magyarországon bejött az óriási nagy munkanélküliség, ugye a vadkapitalizmusnak hívom én, de a rendszerváltás után óriási problémák voltak. Hát itt csak Fehérváron volt 30, több mint 30 ezer munkanélküli lett pillanatok alatt, ugye a privatizáció nem jött be akkoriban, és én egyszer felfedezte, hogy kötődöm, ha úgy tetszik, a hajléktalan sorshoz, a hajléktalan léthez, és ezzel kezdtem el foglalkozni kiemelten. Mi voltunk az alapítója egyébként a Kríziskezelő Központnak, az egyik vezetője voltam a kezdetekkor. De honnan egyébként az ismeretség? Onnét, hogy volt egy szakmai konferencia, és ott pontosan erről beszéltem. Elsősorban azokat a férfiakat céloztam meg, ők voltak az én szakcsoportom, ha úgy tetszik, akik elveszítették a munkájukat. Rövid idő alatt elvált tőlük a feleségük. Az akkori rendszer az úgy volt, hogy teljesen mindegy, hogy kié volt a lakás, ki szerezte, az mindenképpen a felesége és a gyermekek élet. Plusz még az a férfi ember először 20, majd vagy 40%-ot kellett fizetnie, tehát gyermektartást, elvesztette a lakóhelyét, tehát általában munkásszállóra került, munkás vagy albérletbe, aztán már egyiket se fizette, és így lett hajléktalan. Ezeket az emberi sorsokat egyszer felvázoltam egy konferencián, és a Lévai Kati megkért, hogy írjam meg. Mert hogy ő volt a főszerkesztője az Esély folyóiratnak. És hát ez annyira jól sikerült, hogy szerződtetett, ennyi az egész. Egyébként egy ragyogó csapat volt a miénk, mert Hankis Elemér, Gombár Csaba, akik később lettek televízió igazgató, illetve a rádió igazgatója, Magyar Rádió. Tehát így kezdődött. Így tehát, kezdődött, de azért neked a sport meghatározta a fiatalkorodat? Hát a sport mindenképpen, hiszen ugye 75-ben az év legjobb magyar serdülő labdarúgója lettem, aztán az egyenes út vezetett az ifi válogatottba, Rákosi Gyuláékhoz, és hát a Videótonban, ha nem is teljesedtem ki, de azért van NB1-es meccsen, mondhatom, Szegeden. De Várpalotán, Mávelőrében meg a másodosztályban játszottam.
És aztán, amikor ugye hozzánk, illetve hát az újságíráshoz közel kerültél, mert még akkor nem hozzánk, akkor egy kicsit a sportos vonalat folytattad. Semennyire, nem. Nem? Nem. Vagy illetve nálunk a tévében. Társadalompolitikával foglalkoztam. Amikor viszont ide kerültem, akkor gyakornokként fogalmam nem volt, hogy mit kell csinálni. Tehát tulajdonképpen nekem minden új volt, mármint a televíziózás. A Sipi viszont kellően bízott bennem, tehát én Csipos Józsefnek köszönhetek jószerivel mindent, ha úgy tetszik, meg az akkori kollégáim közül, az operatőröknek, akik közül még a Halász Pista, Megyeri Zoli itt van köztünk, de ugye tehát munkatársak már nem nagyon, de azért Dezső Pistát említsük meg, hiszen bár nem lehet már köztünk, Isten nyugosztalja, de tőle mindenki tudott tanulni. Tehát ez volt először jött a sport persze, utána meg a kultúra, de hát erről majd később nyilván esik igen, szó. Egy picit majd akkor még visszatérünk erre. Nálad ugye pedagógus vagy ízig-vérig, mindig is az voltál, honnan indult ez az egész hivatás, és kiskorod óta már erre a pályára gondoltál, hogy ezt szeretnéd csinálni? Én azt hiszem, hogy igen. Az iskolába bekerülve 6 évesen találkoztam igazából azzal a különlegességgel, amit az én tanítónénimtől kaphattam. Soproni Józsefnél tanítónéniről van szó, aki azt hiszem, hogy azon túl, hogy megtanította az írást, az olvasást, a számolás szépségét, emberileg is annyira sok mindent adott nekem, és egy olyan hihetetlen tartást mutatott meg, ami mindenképp akkor nyilván 6 évesen az ember nem így éli meg, de később mindenképp azt érzékeltem, hogy ez volt az a pont, ahol én már eldöntöttem magamban, hogy mit szeretnék csinálni, és mi az, amiben jól fogom érezni magam. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogyha az ember azt mondja, visszagondol egy 6 évesen, hogyan is. Azt viszont mégiscsak alá tudom támasztani, hogy a babás-mamás játék, a babázás az a nyári szünet kitörése után nálam a babákkal az iskolapadban folytatódott. Én a tanítónéni voltam, és mindent végigcsináltam, mint a tanítónéninél. Addig abban az évben tapasztaltam, a babák sorba ültek a szobában, mert nekik viszont mindent el kellett sajátítani, amit nekem így át kellett adni. Ez egy érdekes szerepjáték volt. És akkor következő lépés, ahol újabb megerősítést kaptam, azért az a gimnáziumban volt. Osztályfőnököm Horváth Miklós tanár úrtól kaptam szintén egy olyan impulzust, ahol azt éreztem, hogy amit őtőle megtanulhattunk mindannyian a matematika és a fizika szépségén túl, az megint csak egy olyan plusz hozzáadott érték volt, ami nekem nagyon meghatározó volt az életemben. És én nagyon nagy szeretettel gondolok minden egyes pillanatra vissza, ami az osztálytermen belül a két tárgyal, utána pedig nyilván azzal a sok minden hozzáadott, fantasztikus élménnyel gazdagítva megjelenhetett mindannyiunk életében, ami meghatározó volt. És akkor ugye, amikor akkor még negyedikeseknek hívtuk az érettségi előtt állókat, akkor volt egy icipici elhajlásom, amikor gondoltam arra, hogy építész legyek. Aztán miután azért a középiskola most is érzékelhet, hogy bizonyos trendeket lehet látni a gyerekek jelentkezéseit, illetve én ugyanígy voltam. Az osztályomból többen szándékoztak közgazdászok lenni, gondoltam, hogy akkor én is. És az utolsó este, amikor le kellett adni ezeket a jelentkezési lapokat, kicsit más rendszerrel működött, mint most, akkor kértem a édesanyámat, hogy menjen be a Teleki Blanka gimnáziumba, mert oda jártam gimnáziumba, és írjuk át a jelentkezési lapot, mert én mégiscsak tanár szeretnék lenni. 12 évig érzékeltem, hogy ez lesz az a terület, ahol én jól érzem magam. Akkor volt ez az iciri-piciri elhajlás, és azért nagyon örülök, hogy akkor az utolsó pillanatban meg tudtam gondolni azt a folyamatot, ami még visszafordítható volt. És akkor így kerültem be
Szombathelyre, főiskolára, és ezt követően, mikor ezt elvégeztem, akkor már azt is lehetett érzékelni, hogy megkóstolhattam sok mindent a gyakorlatok alapján, hogy melyik az a korosztály, ami közelebb áll hozzám valószínűen, és akkor a egyetemi kiegészítőt elvégeztem, és utána sok minden mást is természetesen, ahogy éppen a sors követelte ahhoz, hogy az ember minél többet megtudjon erről a pályáról, és minél gazdagabbá tudja tenni, amit aztán át szeretne adni, és így aztán nagy örömömre ezekkel a lehetőségekkel itt maradtam, és azt hiszem, hogy nagyon-nagyon boldog ember vagyok, hogy én ezt csinálhatom. Szakokat tekintve egyébként mi a szakok? Én a főiskolán matematika könyvtár szakot végeztem, aztán a matematika kiegészítőt végeztem, mert természetesen közben viszont azért volt megint egy komoly mérföldkő ekkor már az életemben, mert ugye negyedik évfolyam elvégzése után az ember munkát keres. Székesfehérvárra visszajöve Molnár János igazgató úr a most Kígyós iskolának német László nevet viselő iskolába kaptam állást, de ennek a dolognak volt egy feltétele, mégpedig van az, hogy akkor vezették be a technika tantárgyat, és ilyen szakos nem volt a tantestületben. És azt mondta nekem igazgató úr, hogy amennyiben abban a pillanatban, hogy én befejeztem, és államvizsgáztam, felvételizek, és elkezdem a technika szakot, akkor ő engem felvesz ebbe az iskolába. Boldogan jelentkeztem erre a szakra, úgyhogy így egy technika szakom van még ehhez. Egyébként meg kell, hogy mondjam, hogy utána, amikor a következő iskola, ahova bekerültem, az a Tóparti Gimnázium lenne, akkor ott is volt még technika szak, és igazgatónak, Szűcs Sándor igazgatónak volt ilyen képesítése, és hát nekem, és nagyon jó dolgokat lehetett itt a gyerekeknek megmutatni. Tehát korán sem arra kell gondolni, hogy a gimnazistákkal furtunk, faragtunk, kötöttünk, horgoltunk, bár nem lenne egy utolsó dolog ez sem, ezt azért szeretném mindenképp ehhez hozzátenni, hiszen a mindennapi élet azért tudást is megkövetelne. Egészen másról, folyamatok szervezéséről, rendszer szervezésről, ezeknek az összeállításáról és hasonlóról beszéltünk, és nagyon jó érzéssel tölt el, hogy amikor már ilyen sokadik éves érettségi találkozók vannak, akkor az akkori tanítványok erre visszautalnak, hogy milyen jó, hogy akkor csináltunk cselekvési terveket, olyan cselekvési mátrixokat, amit most a munkájába föl tud már használni. Tehát én azt hiszem, hogy ez is egy nagyon szerencsés dolog volt. És azért volt még egy olyan meghatározó történet, azt hiszem a már pedagógusi pályámon, amit mindenképp szeretnék megjegyezni, ez pedig az, hogy 2 évig tanítottam az általános iskola után egy olyan szakmunkás, szakközépi képző, illetve szakiskolában, ahol nagyon-nagyon sok tapasztalatot gyűjtöttem. Ez a Szent István szakközépiskola egyébként. Ugyanis olyan gyerekekkel találkoztunk össze, akiknek nyilván kellett átadni a tudásunkból. De azért én azt gondolom, hogy leginkább számukra az volt nagy érték, hogyha a pedagógusok és az őket körülvevő felnőtt társaság úgy vette körül azzal a szeretettel és tisztelettel, ami valahol az ő életéből hiányzott. És most, hogy ilyen sok év eltelt azóta már, ha olyan arc köszön rám, akiket nem tudok hova tenni esetleg, egészen biztos vagyok benne, hogy ebben a 2 évben velük találkozhattam össze. Nagyon nagy élmény volt. Nagyon-nagyon sokat kellett figyelni, és nagyon oda kellett tennie magát az embernek érzelmileg bizonyos határig, mert azért ezek nagyon fontos dolgok, hogy fiatalon ezt tudni kell, hogy meddig lehet ebben a dologban megmerítkezni, de én azt hiszem, hogy ez is egy olyan meghatározó tényező volt, ami aztán sok minden mást másképp láttatott velem, amikor már átkerültem a Tóparti gimnáziumban, és ott tanárként, és most pedig vezetőként dolgozom. Egy picit még a szakma szépségeire vissza fogunk térni. Péter, hát téged
Ugye a híradásainkból nagyon sokat lehet ismerni, lehetett rólad hallani. Mészáros Zalánnal együtt a Te vagy a hős programot csináltátok. Ugye ez jellegzetes, szerintem a Tóparti gimnáziumban is jártatok, és a legtöbb iskolát meglátogattátok, sőt, még itt a médiacentrumban is volt egy-két oktatásotok. Ugye az újraélesztés fontosságára hívjátok fel ezzel a figyelmet. Erről is szeretnék egy kicsit beszélni, de nálad honnan jött az indítatás? Nálad is volt esetleg példakép? Mert ugye azt most látjuk, hogy a tanároknál általában egy meghatározó tanár vagy személyiség az, aki ilyen indítatást hoz. Nálad hát ugye hallottuk, hogy van, aki már kisgyerekként babázott és készült egy pályára, van, aki találkozott egy olyan emberrel, aki olyan lelki támogatást adott, hogy sikerre vitte az életét. Hát én egy kicsit fekete bárány vagyok, mert az én életem egy varázslatos helyen kezdődött, Gánbányatelepen, ahol elhagyott bányák és hatalmas erdő között éltem az életemet, és úgy igazából minden érdekelt a tanuláson kívül. És az ember szerzett egy jogosítványt, lett gépkocsi vezető egy építőipari cégnél, és elérkezett az a bizonyos 89-es év, ami hát munkanélkülévé tett bennünket. És hogy ne legyek munkanélküli, az akkor egy éves kislányomhoz hazamentem Gyesre, és a feleségem visszament, Éva visszament dolgozni. És hát ott valami megváltozott. Nem igazán voltak akkor még férfiak otthon kisgyerekkel, és meglepő volt, amikor egy tanácsadás egy 190 magas hapek beesett egy kisgyerekkel, és azt tudtam, mit kell csinálni. Tehát ott döbbenet volt. Eleve otthon, hogy mosogatni kell, főzni kell. Tehát minden tanult az ember, és egy olyan világba csöppentem bele, amit addig nem ismertem. És ez a lányom akkori nevelése egy olyan pálya felé kezdett elvinni, ami a segítségnyújtást kihozta belőlem. Amit addig én nem tudtam. És elkezdtem tanulni, és az ember felnőtt fejjel már nehezen ül be az iskolapadba tanulni. És ez a tanulás egy olyan hosszú folyamat lett, hogy talán még a napjainkig is tart, és nagyon nehezen ment csikorogva. Tehát beülni a padba, és megérteni, amit én is olyan életem, a gyerekként sem tanultam semmit, mert igazából nem érdekelt. És eljutottam oda, hogy Rubos Feri bácsi, egy volt mentő dolgozó ajánlotta ezt a pályát nekem, hogy próbáljam meg. És így kerültem ide a Székesfehérvári mentőszolgálathoz 1990-ben. És megszerettem ezt a munkát. És ugye most már 30 éve itt dolgozom és vagyok, és ez a munka olyan lelki dolgokat mozdít meg az emberben, ami nem csak a fájdalmat hozza elő, hanem az örömöt és a boldogságot is. Kinyitja, itt azért van siker is, meg igen, kudarc is elég rendszer. Kinyitja a világot. Tehát én, amikor Bányatelepről bejöttem először ide Székesfehérvárra, nagyobb gyerekként, döbbenten néztem a magas házakat, nem értettem, mi az, hogy emeletes ház. Tehát egyszerűen nem jártam telepen kívül sehol, az erdő volt a világ, meg a bányagödör. És amikor itt én elkezdtem dolgozni, megváltozott ez. Először kinyílt a városon kívülre, az kinyílt az országon kívülre, az kinyílt a földrészen kívülre. Rengeteget kaptam ettől a munkától, rengeteget adtam, igyekeztem visszaadni, mint a betegeknek, mint a civileknek. Hiszen ezt a programot, amit említettél, hogy a Zalánnal összehoztunk, ez arról szól, hogy embereknek ezt a tudást átadjuk, és megpróbáljuk nekik megmutatni azt, hogy ez nem egy ördöngőség, hanem egy olyan egyszerű dolog ez, amit bárki bármikor tud alkalmazni, és siker lehet az életében. Eljutottam a világba olyan helyekre, amit én soha nem gondoltam volna Bányatelepről, hogy én egyszer majd részt veszek, versenyeztünk a bajtársaimmal, és olyan helyekre jutottunk el, nem akarok itt hosszú névsort alkalmazni, a Kovács Nórival, Garajdittel, vagy a Petróci Andrissal, Fülöp Robival, Horváth Atussal, hogy
meghívtak bennünket már megmérettetésekre, így eljutottunk Izraelbe, eljutottunk Ciprusra, eljutottunk Törökországba, ahol nem arra voltak kíváncsiak, hogy mikik vagyunk, hanem hogy milyen értékeket hozunk, milyen tudás birtokába vagyunk, és ezt tőlünk meg szerették volna tanulni. És én úgy gondolom, hogy egy nagyon szép életet kaptam ettől a mentőszolgálattól, és büszke vagyok rá, hogy ennek a tagja lehetek. Igen, az látszik egyébként, igen, hogy mindegyőtök hivatásként tekint erre, és szerelem, ugye? Ami nekem ebből jött, ha mondhatom, a két történetből, hogy milyen végtelen egyszerű a világ. Amit mi missziónak, vagy a kívülállók missziónak, küldetésnek tekintenek egy-egy hivatás kapcsán, az végtelenül egyszerű és természetes. Ez csak ennyi, hogy teszed a dolgot. És ami a legfontosabb, hogy nagyon-nagyon emberi. Ugye, Péter, én azt gondolom, hogy semmi különleges nincs ebben, de csak látszólag. Tehát ebből a 3-4 percből, ami leszűrtük, hogy miként lesz a gyermekből, a felelőtlen fiatalból egy nagyon is felelős felnőtt ember, akire oda kell figyelni. Igen. Szóval ez nagyon érdekes. Igen, és hát ahogy mondtad is, teszitek a dolgotokat, és hát mindannyian emberekkel foglalkoztok. A mindennapunkat ezt teszi ki, nekem is, neked is. Picit menjünk bele abba, hogy ugye ott hagytuk abba mindegyőtöknél talán, hogy csöppentünk bele ebbe az egészbe, amit csinálunk. Aztán utána ugye elindult egyfajta, hát a, most a, csúnyán fogalmazva, a korra járó bölcsesség megérkezett, és már egy kicsit másképp, például most a te esetedben, más-más dolgokba kezdtél bele, és most már ott tartunk, hogy filmek sokaságát tudhatod a hátad mögött, elismerések sokaságát, könyveket, tehát hogy azért az ember ugye azért halad ezen az úton. Picit mesélj erről, hogy hogyan alakult ez. Soha nem érdekelt a bulvár, pedig bulvárral kezdtem. Ezt talán a nézők sem tudják meg, jószerivel senki, de 25 éves korom táján jelent meg Magyarországon a Júlia, a román, az, ami zöld volt, és az egyik barátom úgy döntött, hogy ő ír ilyeneket. És meg horoszkópot, mert a horoszkóp írással lehetett legkevesebb munkával a legtöbb pénzt keresni. De ez egy komolytalan dolog. És mivel én, a Júlia nekem nem tetszett a stílusa, én románokat kezdtem írni, és 1986-ban például az évvégi összefoglalóban, amikor tehát egy tavasz, nyár, ősz, tél volt benne, az enyém lett az ősz. Tehát az egy sikersztori volt, de komolytalannak tekintettem. És most visszatekintve, hát az annyi, hogy leült az emberfia a végén már, és akkor egy nap alatt megvolt vele. És akkor lehetett menni a pénzzel. Zsebre vágtuk, és nem foglalkoztunk vele. Ezt úgy kell elképzelni, mert egyébként én emlékszem ezekre, meg én is olvasgattam, de már annyira nincs meg az emlékem, mert ezek ilyen kis rövid történetek voltak, igen, ilyen romantikus. Körülbelül olyan 200 ezer karakter, tehát azt mondom, hogy 100 oldalon belül. Száz oldalon belül. És ezt egy nap alatt megírtad? Hát egy nap alatt nem természetesen, akkor másként működött, mert akkor tehát géppel nem tudtam írni, mint ahogy ma sem, leginkább. Tehát én diktáltam a mindenkorimnak. De mindegy, szóval az a lényeg, hogy ezt gyorsan elhagytam, mikor rájöttem, hogy ennek nincs jövője. Itt a tévénél pedig azért én a fajsős dolgokat kedvelem, a híradó az mindenképpen, hiszen egy-két percben kell hitelesen közvetíteni nagyon komoly történéseket. Viszont amikor a magazinba belecsöppentem, akkor rájöttem, hogy ez az enyém. És elsősorban a kultúra, de hát ugye nagyon kevesen emlékszenek már rá, de én elkezdtem a honvédség, tűzoltóság, katasztrófavédelem, akkor még külön volt, mentők, és jószerivel feldolgoztam portrébeszélgetésekben valamennyi, sőt a bevándorlási hivatal munkatársainak életét is. Tehát ez meghatározta az én pályafutásomat, plusz a kultúra hozzájött, és a sport egy időben, és akkor így jöttem, egymásra épült, mert azt gondoltam, ha megcsináltam egy hosszú beszélgetést kicsit másként, mondom, hangsúlyosan bulvár nélkül, akkor én ezt szeretném megírni, hogy az kézzel fogható. Ugye könyvmániás vagyok 6 éves korom óta,
és ha ezeket én szerettem volna, hogy ott legyen előttem. És nem számított, illetve még most sem számít, hogy ezért mennyi pénzt kapok, hogy mennyit adnak. Az már mondjuk igen, hogy a könyvesboltban vásárolják, vagy sem. De ilyen értelemben nincs okom panaszra. De ez csak a visszajelzés szempontjából. A visszajelzés meg egyébként is megkapom, mert ahogy már erről beszéltünk, jelen pillanatban, mivel a Halász Pistát egyszer 3 napra kirúgták, a legrégebbi Fehérvár Televízió dolgozó vagyok. Pénteken elbúcsúztattuk, hétfőn már az akkori igazgató, aki Budapestről került ide, már 2 kézzel rohant, hogy jöjjön vissza a Pista. Tehát így a legrégebbi. És azért ezt el kell mondanunk, és tartozunk annyival a Pistának, hogy az egyik kamera mögött most. Igen, most itt van, és szemezünk egyébként. És nagyon szeretjük. Persze, hogy szeretjük. Tehát ennyi azért rövid történetem. Tehát mondom, a bulvárt azt kerülöm, és egyáltalán, tehát az a mai stílus, ami jellemzi a kereskedelmi tévéket, nem mondok neveket, azok a műsorok nekem nem jönnek be. Nekem tehát a mélységet keresem, kutatom, hogy ez mennyire sikerül, és hogyan sikerül láttatnom, az egy másik kérdés, de a jó szándék, és úgy gondolom, hogy valamelyest most már a szakmaiság is megvan ebben. Szakmaiság. Ott tartottunk, hogy a Németh László iskolában eltöltöttél jó pár évet, és aztán a Top Partiban most már közel egy évtizede igazgatóként tevékenykedsz. Azért ez nem egy kis feladat, és nagy felelősséggel is jár iskolaigazgatónak lenni. Hogyan jött egyébként ez, hogy elvállalod ezt a pozíciót? Ez egy érdekes dolog volt, mert valójában úgy ösztönösen nekem nem voltak ilyen ambícióim. Igazgató választásra került sor 10 évvel ezelőtt, és hát akkor a kollégáim egy jelentős csoportja keresett meg azzal, hogy hát ők úgy gondolják, hogy a képességeim adottak, lehetnek ehhez a dologhoz, és ők meg szívesen vennék, ha én megpróbálkoznék ezzel a dologgal, és hát a pályázati kiírás utolsó napján sikerült megírnom a pályázatot, mert én addig tényleg még a megkeresés és minden egyéb mellett sem igazán gondoltam ezt ennyire, hogy én ezt így szeretném. Végül is elkészült a pályázat, és hát nagyon komoly támogatással sikerült ezt a dolgot megszerezni, és így aztán 10 éve csinálom ezt a feladatot. Nagyon felelősségteljes, nyugodtan mondhatom, hogy most nagyon bonyolult, hiszen naponta történnek változások, amire az embernek folyamatosan tudnia kell reagálni, lehetőleg úgy, hogy jogszabálykövető legyél, és mellette azért az intézménynek a arculatára kell formálni, tudni kell, hogy itt nem az épülettel, hanem a benne lévő emberekkel kell dolgozni, és azért ez egy nagyon-nagyon fontos dolog a felelősségvállalással együtt, az ő irányításokkal, és hozzáteszem azt is, hogy én nagyon-nagyon híve vagyok annak a lapos szervezetnek, ahol a hierarchia akkor kell, hogy érvényesüljön, amikor valóban olyan döntéshelyzet van, hogy nem lehet már másképp ezt a dolgot csinálni. Tehát én nagyon alapozok a kollégáimnak a segítségére, véleményére, konstruktív javaslataira és mindenre. Érdekes ez az egész világ, amiben, mint látszik akkor, hogy nem feltétlenül az én gondolatom vagy akaratommal indult volna ez az egész, bár nyilván valami indítatás kellett, hogy legyen, mert akkor mégiscsak az anélkül nehezen lehetett volna ezt megoldani. Méghozzá azért, mert azt tudni kell, és én örülök annak is, hogy ez egy olyan közösség, amilyen, ahol egy olyan együttműködés alakulhatott ki, egymás támogatása és egymás elismerése ezzel együtt, ahol a gyerekekkel, a gyerekekért dolgozunk. Ehhez vannak ott az én kollégáim, akiknek ugyanez a gondolata és ezerint dolgoznak. És nagyon jó az, hogy egy jó támogatói szülői körrel vagyunk körülvéve. Na most ez egyszerűbbé teszi a dolgot vitathatatlanul. De azért nagyon sok minden adódik nap, mint nap, amit meg kell tudnunk oldani, ami mindig más, mint eddig bármikor, meg amikor mindig csak elsőként fordul minden elő. Úgyhogy ez egy izgalmas
játék igazából. Erre még azért szeretnék visszatérni, mert ugye azt még meg szeretném boncolni, hogy napjainkban mi a helyzet kinél, és hogy a jelenlegi helyzet mennyire teszi rá a hatását. De ugye nálatok azért én úgy érzem, hogy több a pozitív, tehát hogy lehet, hogy a napi szintű feladatmegoldás, illetve probléma megoldás jelen van, de hogy azért elég sok a pozitív, hiszen hát az év végén átadjátok a bizonyítványokat, a gyerekek elmennek, tovább tanulnak, tehát hogy azért a végkicsengés az nagyon sokszor lehet pozitív. Hát így van, tehát mindenképp örülök annak, hogy a végső eredmény az valóban mindig egy nagyon pozitív mérleket ad. És az is nagyon jó, hogy minden napban van valami olyan különlegesség, ami a következő naphoz egy elég komoly lendületet tud adni. És ez a legszebb az egészben. És az is nagyon jó, hogy amikor az derül ki, hogy ez oda-vissza történik. Tehát a gyerekeknek is tudunk olyasmit mutatni naponta, amitől a következő napot megint élménynek tudják megélni. És igazából azt hiszem, hogy ez a titka. Tehát az, ami lendületet kell, hogy jelentsen, az pontosan ennek a folyamatos játékát kell, hogy mutassa. Peti, nálad mi ad lendületet? Hiszen azért a te szakmádban azért hideg-meleg, pozitív-negatív folyamatosan ér napi szinten. Tehát riasztanak, és honnan jön ez, hogy mondjuk tudod azt, hogy valaki életveszélyben van, és most nekem meg kell őt mentenem, és ugye nagyon sokszor csalódás a vége. Azt azért már többször volt alkalmunk megbeszélni. Igen, amikor megkérdezik kint a helyszínen, hogy tudtak volna valamit tenni, hogy segíteni a hozzátartozójukon, vagy az mellett, aki mellett állnak. Sokszor azt válaszolom én rá, hogy igen, és nem baj, hogyha nem sikerül, mert ha a lelkünk megnyugszik, hogy én igenis tettem valamit, akkor már pozitívként jöhetünk ki ebből a dologból. Még akkor is a borzalmas fájdalom lesz utána a család életébe, annak a magánszemélynek az életébe, hiszen a halált feldolgozni egy nagyon nehéz folyamat. A mi munkánkban rendszeresen találkozunk sajnos a halállal. Valahol ráteszi a bélyegét arra, hogy mindig adódik egy olyan helyzet, aminek a vége azt mondom, hogy nem siker. Mégis másnap vissza kell menni, másnap vissza kell ülni abba az autóba, és másnap újra ki kell vonulni. Hála jó Istennek a szervezet nálunk is hierarchikus, és igenis parancsuralmi rendszer van. Mindig van az egység, van egy egységnek egy vezetője, aki dönt adott helyzetben, és azt a döntést már nem lehet megkérdőjelezni, ezt végre kell hajtanunk. Amikor te kimész egy helyszínre, még nem tudod azt, hogy ott mi vár rád. Van egy információd, de az általában nem teljes. Mikor te kiérkezel valahova, akkor szembesülsz avval, hogy mi az a teher, ami rád zuhan. Nem tudsz vele foglalkozni, nem tudsz vele gondolkodni, hogy ez árt-e neked, vagy árt-e a lelkednek, hanem vannak eljárásrendek, amiket belesújkolunk az új dolgozókba, illetve mi is megtanulunk az évek folyamán. És ezek olyan biztonságot adnak a munkánk során, amivel bármit meg tudunk oldani. Aztán, hogy utána, amikor te visszamész az állomásra, és az egységnek a három tagja a három sarokba eszik, és nem is nagyon szól egymáshoz, mert megpróbálja a dolgokat helyre rakni és földolgozni, vagy éppenséggel este leülünk a padra, és megbeszéljük, hogy mit lehetett volna, vagy mit nem, és mindig úgy aljultunk, hogy jót csináltuk. Tehát nincsenek bennünk kérdések, és ez az, ami előre visz, hogy igazából ez egy kicsit szomorú történet, ne haragudjatok, de igazából az viszi előre az embert, hogy mindig jól csinálja, és lehet mögötte fájdalom, és lehet mögötte tragédia, de ha én a munkámat becsülettel elvégzem, és én azt a munkát tiszta szívvel teszem le az asztalra, akkor én majd egyszer a jó Isten elé úgy tudok oda menni, hogy igen, kérem, én egy jó ember vagyok.
Na most gyorsan fordítsuk át akkor ezt pozitívra, és azt meséld el, légy szíves, hogy, mert én ezt többször megbeszéltem már veled, hogy azért ehhez, ha hazamész, van egy nagyon jó társad, aki ebben segít, és segít feldolgozni az ilyen jellegű dolgokat, meg akivel meg tudod ugye a pozitív dolgokat igen, is beszélni. Igen, nyilván ma 86 óta együtt vagyunk, rettenetes fontos a család a mi életünkben. Hiszen hazaviszed. Nem lehet ezt lerakni mindegy csomagot, hogy téged most valami ért a lelkedet, vagy valamit fölvágott az élet a hátadra, akkor azt majd leteszed a kiskapuba, és akkor úgy mész be. Beviszed. Néha óhatatlanul is az ember, amikor mondják, hogy apa hülye. Igen, és tudják, és szegénykéim félrevonulnak, és elülnek a sarokba, és hagyják, hogy én kimorszogjam magam, mert valamikor olyanért is morog az ember, ami nem volt jogos, és utána bizony néha könnyek vannak, meg bocsánat kérés, hogy jaj, ne haragudj, már megint szomorú dologról beszélünk, jaj, ne haragudjatok már, és akkor ők tudják, és az én feleségem is egészségügyi dolgozó, a Csákvári Kórházba a belgyógyászatnak a főorvosa, és ő sokkal többet tanult nálam, és sokkal több tudással rendelkezik az egészségügyből is, mint én, és rettenetes sokat segít nekem abba, hogy ezek a dolgok jó fele menjenek, és ne legyenek belőle olyan lelki sérüléseim, amit az ember egy életen átcipelhet. Természetesen vannak álmatlan éjszakák, természetesen vannak olyan forgolódós éjjelek, amikor nem nagyon alszol, mert vannak arcok, amik felébresztenek, de nem hiszem, hogy egy ilyen műsorba való, jó? Ne haragudjatok, de ezt most hagyjuk, jó? De egyébként ezt jó hallani, hogy egy olyan társál melletted, aki egyébként a szakmához konyít és van köze hozzá, úgy, ahogy most rátok nézek, mindannyiótoknak ilyen a párja, hiszen Lajosnak ugye kiváló fotoriporter kolléganőnk Simon Erika a felesége, neked pedig Vízi László Tamás, ugye a Kodolányi rektorhelyettese, úgyhogy azért nem olyan, vagy nem tudom, hogy mennyire nehéz ezt, majd ti mondjátok el, hazamenni és megosztani a szakmabeli dolgokat. Szerintem azért könnyebb lehet, mint hogyha mondjuk egy teljesen kívülálló hallgatná végig. Mielőtt én mondanám, kicsit térjünk vissza erre. Tehát most ez a történet engem megerősített abban, ugye az én elköteleződésemet a valóság iránt, azt azért nagyon sokan tudják, hogy mekkora senki házi semmire kellő valamennyi olyan bulvárlap, ami semmi mást nem tesz, és ez mindkettőtökre vonatkozik. A magyar egészségügyet szidalmazzák mindenféle hiteles tudás nélkül egyik oldalról, és ennek teret adnak, az internet sok bírt, mindent elbír, a papír ezt már nem bírná el. Ugyanez vonatkozik egyéb iránt az oktatásra is, hiszen én azt mondanom, hogy gyűlölet cunami áradat, ami titeket sújt, és mondom, megerősít abban, hogy ezeket mereven elutasítsam, hiszen a mélységeket azt ti tudjátok elmondani. Egyébként ez vonatkozik az újságírásra is bizonyos értelemben, mert én azt mondom, hogy nagyon rossz úton járunk, tetszik, nem tetszik, ez most megint olyan szomorú volt, a Peti azt mondta, hogy hagyjuk a szomorúságokat, viszont a tény maradt, hogy egy olyan új nemzedék nőtt fel, akiket a mélységei, a történetesek mélységei nem érdekelnek. Tehát, hogy mihez hasonlítom, a Gulliver számukra az, hogy egy zaklatott életű hajóorvos nagyon kicsi, meg nagyon nagy emberek közé került, és köszönjük szépen. Na most ennél én 60 esztendős elmúltam, azért többre vágyom jelenleg is. Tehát a jövő építés érdekében mondom. Úgyhogy hogy ennyit erről. A másik meg, hogy hát a kapcsolódási pontok nyilvánvaló, hogy szóba kerül óhatatlanul is minden, ami velünk történik, mert azért sűrű az életünk, ahogy tetszik. Tehát történésekkel teli, hírekkel teli, és azért azt csak-csak meg kell beszélni, hogy ki miként vélekedik egy-egy napról, mert könnyű nap ma már nincs, és nem csak a koronavírus járvány miatt.
És hát egyikötöknek sem ez a 8-tól 4-ig tipikus munkaideje van, úgyhogy ezt valakinek ugye nyilván tolerálni kell. Nálatok ezt hogy van? Igen, ez valóban így van, és annyit még annyit hadd reflektáljak erre vissza, amit Lajos mondott, hogy valóban így van, hogy vannak az életnek olyan területei, amihez mindenki nagyon ért, és az a kényelmetlen a dologban, hogy nem elég információt gyűjt, hanem ítélkezik. Tehát azért azt lehet tapasztalni, hogyha egy-egy momentumhoz, egy-egy folyamathoz megkapom arra a lehetőséget, és azt hiszem sokan mondhatjuk ezt el, hogy ha meg tudjuk mutatni, hogy mik voltak azok a kezdeti peremfeltételek, az a szituáció, ami miatt valami döntést vagy folyamatot létre kellett hozni, és hogyha az illető megtisztel azzal, hogy végig is hallgat, akkor a végén rá lehet döbbenteni, hogy ami történik, az azért történik, mert az ő érdekét is szolgálom ezzel, de nekem az volt a feladatom, hogy én derítsem ki, hogy mi az ő érdeke, és ezt meg kell oldani. És akkor érdekes módon lehet váltani dolgokat, csak ehhez értő fül kell. Tehát azért ezt mindenképp feltételként hozzá kell tenni. Hát igen, egyetértünk ebben, hogy azok a munkák és azok a területek, amelyeket mi csinálunk itt, arról mindjárt azt is hadd tegyem hozzá, hogy azt hiszem, hogy egyetlen egy terület, amit soha nem gondoltam, hogy én alkalmas lennék ott bármit tenni, az az egészségügy. Úgyhogy részemről akkora tisztelet és akkora elismerés mindenki, aki az egészségügyhöz tartozik, hogy azt nem tudom szavakba önteni. Tehát nekem mindig másféle felé is vitt az utam, és máshova is orientálódott minden. És valóban ez egy érdekes dolog, hogy jó, hogyha nagyjából azért egy területhez kapcsolódunk, sokkal könnyebben tudjuk egymást megérteni. És ugye itt említetted, hogy a férjem, akivel szintén megbeszélek dolgokat, hiszen neki vezetői tapasztalata is sokkal hosszabb időre nyúlik vissza, mint ahogy hozzáteszem ezt, hogy a Magyarságkutató Intézetnek, ami egy nemrég felállt intézet, a tudományos igazgatóhelyet, tehát neki egy újabb szervezet felépítésében nagyon komoly feladata van. Egy egész országos szinten való tudomány szervezésről van ebben az esetben szó. És hát így azért nyilván nagyon sok mindenről tudunk beszélni, amikor pont ilyen területeket kell megbeszélnünk. Mint ahogy azért arra hadd emlékeztek vissza saját magamtól, hogy hát egy kicsit morcos voltam, amikor ez a 8-tól 14-6 óráig tartó munkaidő, amit tudomány másról vesz az ember, de ha ugyanez már éjjel 11 órakor is tart, és így akkor az ember kicsit nehezen fogadja. Most nem fogadom nehezen, hiszen én ugyanebbe a mókuskerékbe kerültem bele, és teljesen természetes, és biztatom is a kollégáimat és bárkit arra, hogyha megoldandó feladat van, keressen, akkor oldjuk meg, utána már nem fogunk tudni dolgokat megcsinálni. Egyáltalán én azt hiszem, hogy mindannyian elmondhatjuk, hogy, és én a saját életemből indulhatok ki leginkább ehhez, hogy mindenképp jó dolog, hogyha egy ilyen összetett feladat ellátásánál meg különösen, de egyáltalán is az embernek van egy olyan lelki társa, akivel pontosan ilyen dolgokat lehet megbeszélni, és elég közös gondolatmenet mellett tudjuk ezt mind elvégezni. Tehát ezek fontos dolgok, ezek a otthonról jövő támogatások, hogy fontos az, hogy ha hazamegyek, és bármiféle problémám van, akkor az egy olyan biztonságot adjon, hogy legyen kivez odafordulni, nem is elmondani, csak egyáltalán a közelségét érezni, hogy van támasz körülöttem. Ezek fontos ügyek. Nem sok időnk maradt, viszont a műsor végére tartogattam ezt a kérdést, hogy nálatok Mizu mindegyőtök részéről. Ugye most kicsit megint negatívra kell, hogy fordítsuk, aztán próbáljuk majd visszafordítani ezt a mondandótokkal, hogy ugye most benn vagyunk ebben a járványhelyzetben, akik ugye mindegyőtöknek a területét bőségesen érinti, oktatás, egészségügy, és hát nyilván mi pedig újságírók azért vagyunk itt, hogy erről hitelesen beszámoljunk. Mennyire befolyásolja napjainkban az életeteket ez az egész? Ugye említetted, hogy itt azért minden nap
kőkeményen meg kell oldani a problémákat. Most nincs az, hogy tervezünk holnapra, holnap utára, hanem minden nap az adott feladat, mondjuk te ebben, meg pont minden nap ebben dolgoztál egész eddig is, de hogy ez a járványhelyzet mennyire módosította most az életeteket? Azt kell mondjam, hogy nem nagyon. Tehát eddig is voltak betegségek, eddig is voltak feladatok, ez is egy feladat, amit meg kell oldani. Igazából nem érzem különlegesebbnek, mint ha egy akármilyen belgyógyászati betegségért vagy egy balesetért mennénk ki. A biztonság eddig is fontos volt. Az ellátási protokollok eddig is adottak voltak. Igaz, én azt mondom, hogy mi felkészültek vagyunk. Tehát nem érzem én ezt olyan nagyon különleges helyzetnek vagy világnak. Vannak szabályok, amiket be kell tartani, igenis föl kell venni a maszkot, igenis kezet kell mosni, igenis föl kell vennünk a védőruhát, igenis meg kell oldani a feladatot. De én ezt nem érzem úgy, hogy ez most egy hú de kirívó feladat, mint bármelyik más, amit az élet elénk sodor. És az egészségügyben most dolgozni, mint mentős, még mindig ugyanolyan jó, mint eddig? Én úgy gondolom, hogy igen. Igen. Akkor elégedett vagy. Készülök nyugdíjba. És hát, az iskolában? Igen, hát az élethelyzetek döntik ezt a dolgot el, lám-lám, mert én azért ezt különlegesnek élem meg, és ugye az előbb azt mondta, hogy az egészségügy azért úgy, hogy én abban dolgozzak, az távol áll tőlem, de valahol mégiscsak egy iciri-picit szegmensébe érintetté váltunk, hiszen a feladat az az, hogy az oktatást fenn kell tudnunk tartani, és biztonságban kell tudnunk fenntartani. A gyerekek érezzék biztonságban magukat, a kollégáim érezzék biztonságban magukat, és a hozzájuk tartozó családok is biztonságban kell, hogy érezzék magukat, és bizony ehhez nagyon sok feltételt kellett másképp megvalósítani, mint amit egyébként meg tudtunk volna élni az iskolákban, a mindennapi folyamatokban. Nekünk azért azzal együtt, hogy biztos, hogy ez is egy esetnek számít az egészségügyben, azért ez teljesen mást jelentett, mert azért egy influenza járványnál is a fertőtlenítés bizonyos mértékben, ami kellett, megvolt. Most teljesen másképp működik ez az egész, és nagyon hálás vagyok a technikai munkatársainknak, mert nagyon felsorakoztak a feladathoz, és nem véletlen az, hogy szerencsére nálunk még nem kellett leállítani sehol sem az oktatásnak semmiféle folyamatait, mert szerencsére jól tudtuk ezeket a feladatokat eddig megoldani. De azért meg kell mondanom, hogy nagyon sok mindent elvesz tőlünk ez a helyzet. Az alagavatót eddig 4-szer terveztük meg, hogy fogjuk megtartani, amire pont került a végén, hogy nem lesz, pedig most pénteken este lett volna. Ez egy első variáció volt, azóta már több is összejött, hogy hát ha úgy működne, nem tudjuk megvalósítani. A diákprogramokat az online térbe kellett kihelyezni. Hát jó pofa dolog megcsinálni egy avatást, úgyhogy a gyerekek nem találkoznak. Tehát ezt az emlékiratokban majd egyszer leírom, ha ilyenre adom a fejemet, vagy elkére van Lajos erre, hogy segítsen ebben a dologban, de sajnos most tragédiának éljük meg, ez vitathatatlanul így van. A kapcsolattartás a szülőkkel, szülői értekezletre készültünk volna. Át kell ezt az egészet variálni, és teljesen új dimenziókba kell helyezni. Mindenkinek gondja lesz a nyílt napok megszervezésével, nem lehet. Hát most meglátjuk, hogy ki milyen kreatív. Tehát egy teljesen új dimenziókat adott ez az egész történés a mindennapokon túl. Nos, hát igen, mosolygós szemmel én sem búcsúzhatom, hiszen ez az év nekem bizonyos értelemben örülök, hiszen a családom egészséges, a munkatársaim egészségesek, viszont 3 könyvem van, ami elkészült, a Demeter Vili bácsi életrajzi kötete, a Fehérvár nagysportkönyve és a Fehérvári beszélgetések 4, ami kész, de még nem kerülhet az olvasók elé, ugye finanszírozási problémák alakultak ki. Nem tudtuk megcsinálni Megyeri Zolival a Róma és az Erdély film után Horvátországot, amit szerettünk volna befejezni 2022-re az Aranybulla 800. évfordulójára. Ezen felül a fehérvári versünynep, a Csak szóval győzni, az Operenciás, ahol zsűri tag vagyok, elmaradt. És ami a legjobban fáj, tetszik, nem tetszik,
nem tudtunk elmenni idén Erdélybe sem, tehát nem volt verstábor, ami megint csak ugye a mindennapjaink része, olyan szinten része, hogy abból tudunk, feltöltődünk és tudunk táplálkozni hosszú ideig. Tehát én azt mondom, hogy annak viszont kell, hogy örüljünk, hogy a munka az ugyanúgy folyik, tehát nem nincsenek betegek a környezetünkben, de túl kell élni, ennyi, más megoldás nincsen. Hát legyen ez a végszó. Én nagyon örülök, hogy itt voltatok és meséltetek egy kicsit magatokról, az életetekről. Én azt gondolom, hogy az látszik rajtatok, hogy a hivatásotoknak éltek, és hát a mindennapos pörgést látom rajtatok, tehát hogy nem álltok meg egy pillanatra se. Én azt kívánom, hogy ez maradjon így, és a mindennapi gondokon pedig tudjatok könnyedén túllendülni. Én körülbelül 20 éve vagyok ebben a szakmában, ti egy kicsivel több. Én azt hiszem, hogy én is és a nézők is tanulhatnak abból a tényleg szerelemből, amit ti a hivatásotokért éreztek, és maradjon ez így mindig. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Önöknek pedig köszönjük, hogy itt voltak velünk. Lesz még nálatok Mizu legközelebb is. Tartsanak velünk. Viszontlátásra.